tiszteletem mindenkinek, az F-14-jel fogunk most leszállni kifutópályára, aztán a videónak a második felében pedig repülőgép hordozóra fogom letenni a gépet. A leszállásnak a folyamatát bemutatom, hogy hogyan szoktam én eljárni a pilóta fülkében, miket kapcsolgatok, miket állítgatok be, ahhoz, hogy ugye le tudjak szállni a kifutóra vagy a repülőgép hordozóra. Többfajta leszállás is van, tehát igazándiból mindenki máshogy csinálja. Valamint ugye most per pillanat ugye tiszta idő van, de ugye van még egyfajta leszállás, a műszeres, megközelítéses leszállás, ugye, hogyha mondjuk rossz időt szimulálnánk le itt a játékban, és mondjuk semmit nem lehetne látni, ugye akkor műszerek által kellene a repülőtérre leszállnunk. Na hát én most azt kihagyom, mert nem tudom, nem akarom magamat úgy nagyon-nagyon leszivatni. Úgyhogy maradunk a tiszta időnél. A repülőgép hordozós, valamint a kifutós leszállás az nem tér el úgy nagyon-nagyon egymástól. Tehát a két leszállás között annyi csavar van, hogy ugye még itt a kifutónál nem kell majd leengednünk a Hawk Extension headut, addig ugye a repülőgép hordozónál le kell, hiszen ugye az a kis vasrút fog ugye beleakadni a repülőgép hordozónak a fedélzetén lévő kis gumis kötélbe. Igazándiból ugye kifutós leszállásnál, meg ugyanúgy ugye repülőgép hordozós leszállásnál is ugyanazt csináljuk. Kiengedjük ugye a futóművet, kiengedjük a zuhanóféket, fékszárnyakat is leengedjük, és igazándiból ennyi. Magasságra és a sebességre kell ugye nagyon-nagyon figyelni, hiszen ugye leszállásnál benn van az a pakliban, hogyha ugye nagyon-nagyon lelassulunk, hogy esetleg ugye a gép az átesik. Tehát nem szabad azért nagyon-nagyon lassan se ugye repülni. Most, hogyha nagyon hivatalos akarnék lenni, akkor most elkezdenék kutakodni az interneten, ugye, hogy mennyi az a minimum sebesség, ahol még ugye az F-14 az ugye nem esett át annak idején. Tehát mi az a minimum határérték, amin még lehet repülni. De most én úgy nem akarok ezzel úgy különösen foglalkozni. Tehát én leszállok ez nélkül is. Ugye sokszor szoktam látni War Thunderbe is, hogy föltöz csapkodják a gépet, pedig az aztán tényleg egy árkád játék minden téren. A leszálláshoz én azt mondanám, hogy azért kell gyakorlás. Tehát egy minimális gyakorlás kell, és onnantól fogva gond nélkül azért le lehet rakni a repülőgépet a földre itt a DC World-ben. Hát a War Thunderben is, bár mondjuk ott sokan ugye nem foglalkoznak vele, mert ott ugye másabb a játéknak a rendszere. Na, ugye előttünk van a kifutó, egészen pontosan 10 kilométernyire van tőlem ugye a kifutó pálya. Közelebb is le lehet szállni. Tehát hogyha mondjuk most csak 5 kilométernyire lenne tőlem a kifutó, akkor is le lehet rá szállni. Ugye a teszt videóban is leszálltam a kifutó pályára így instant. Majd a videónak a közepében majd bevágom. Tehát tényleg az egy ilyen random leszállás volt. Viszont hogyha rá akarunk készülni normálisan, akkor én azt mondom, hogy 10 kilométernyi távolság kell, azon belül pedig ugye 1000 méteres magasság, valamint egy 700-800 km per órás sebesség. Hogyha megvan ez a távolság, magasság, sebesség, akkor onnantól fogva szoktam én nekiállni a repülőgépet felkészíteni arra,
hogy leszálljak a kifutó pályára, vagy a repülőgép hordozóra. Úgyhogy akkor készítsük fel a gépet most itt a videóban közösen. Ugye elsősorban kiengedünk egy zuhanó féket. A zuhanó féket azt a következő féleképpen találjátok ti is meg. Tehát itt van nekünk olyan, hogy Speed Break Extend, valamint Speed Break Retract. Erre a kettőre rákerestek. Gyárilag már hozzá van rendelve billentyűzet kiosztás, de hogyha akartok rajta változtatni, akkor tudtok. Ugye a bal Ctrl plusz B-vel fogjuk kinyitani a zuhanóféket, valamint a bal Shift plusz B betűvel csukjuk be. Ugye a bal Ctrl plusz B betűvel mindig csak részlegesen nyílik ki a zuhanófék. Tehát mondhatni azt is, hogy egy ilyen lépcsőzetes szinten működik az egész. Még ugye a bal Shift plusz B betű lenyomásával egy az egybe ugye bezárja. Tehát én elsősorban a repülőgép hordozónál is, valamint a kifutó pálya előtt is ugye kinyitom a zuhanó féket teljes egészében, amennyire csak ugye lehet. Aztán ugye a HUD-ot átállítjuk leszállásra, ugye landing mód. Hogyha ez is megvan, akkor ugye tulajdonképpen elkezdünk süllyedni a kifutó pálya felé. Hajtóműveket visszavesszük, tehát egyáltalán ne adjanak semmilyen fajta tolóerőt. Kamerát én ilyenkor előre szoktam hozni, itt a pilóta fülkében. Ugye, mivel nincsen fejkövetőm, ezért ugye én billentyűzetekkel kezelem a kamerát. És lényegében elkezdünk ugye a kifutó pálya felé siklani. Kiengedjük a G betű lenyomásával a kerekeket, valamint ha kicsikét közelebb érünk, akkor ugye kiengedjük majd a fékszárnyakat is. Jó, kerekek kint, lehetett hallani neki a hangját. Bal Ctrl plusz F betű fékszárnyak le. És lényegében megérkeztünk a kifutóra. Jó, W-vel elkezdek fékezni, viszont óvatosan, mert hogyha nagyon-nagyon erősen fékezünk, akkor ugye elkezdene az F-14 driftelni, vagy jobbra, vagy balra. Ezt megelőzően ugye csak így részlegesen fékezünk bele-bele. Ugye, amikor leírünk a kifutó pályára, akkor ugye egy 5 másodperc elteltével ugye lenyomjuk az N betűt, tehát ugye, hogy a Földön is tudjuk korrigálni magát a repülőgépet, ugye meg is jelent az a kis narancssárga felirat, ami ugye azt mondja, hogy most már tudom korrigálni a gépet a Földön is. Erről bővebb infót a felszállásos videóban kaptok, hogyha belenéztek. Most nem mondom el megint azt, amit akkor ott elmondtam. Jó, hát tulajdonképpen egy reptére való leszállás az így néz ki. Gyakorolni kell nyilvánvalóan, de szerintem semmilyen fajta nehézség ugye nincsen bent. Tehát abszolút. Ugye ilyenkor, amikor így előre jövünk a pilóta fülkében, ergo ugye nem látjuk a műszereket. Ugye lehet ez a kérdés, na de honnan lehet tudni ugye a sebességet? Mert oké, magasságot látjuk tiszta időben, hogy ugye milyen magasra repülünk a géppel, de hogy a sebességet honnan tudjuk? Na már most ugye, aki sokat játszott az F-14-essel, vagy bármilyen repülőgéppel, de az F-14-esnél tudom, hogy ez jelen van. Ugye, hogyha elérünk egy nagyon-nagyon kritikus sebességpontot, amikor ugye
mondjuk már repülünk 300 km per órával, és ugye próbáljuk felhúzni a gépet, de már nem megy, mert ugye annyira lassan repül a gép, akkor ugye tulajdonképpen elkezd rázkodni az egész. És ugye ezt lehet látni a kamerán, hát vagyis kamerán, monitoron keresztül is, ugye, hogy rázkodik a gép. Ergo, ugye az már azt mutatja, hogy nekem teljesítményt kell adni a hajtóműveknek, hogy a gép ne essen át ugye a nagyon-nagyon alacsony sebesség miatt. Tehát figyeljünk arra, hogy esetleg a gép nem rázkódik, mert akkor az már ugye azt jelenti, hogy baromi lassan repülünk. Jó, tehát kifutópályás leszállást én azt így szoktam megoldani. És most, hogyha gondoljátok, akkor megnézhetitek a teszt videóban lévő leszállásomat is. És akkor azután pedig ugorjunk át a repülőgép hordozós leszállásra. Na hát itt vagyunk a repülőgép hordozó előtt. Ugye itt is ugyanaz van, hogy 10 km-nyire van tőlünk, ugye a repülőgép hordozó. Ugye elkezdünk ugyanúgy lassulni, ahogyan az imént, zuhanó fékeket kinyitjuk, és egyenletesen ugye elkezdünk szépen lassan ugye lefelé repülni. Ugye ugyanúgy a HUD-ot átállítjuk a landing módra, ugyanúgy ugye a kamerát fogom, és ugye előre viszem a pilóta fülkében. Nekem ez így nagyon nagy segítség tud lenni ugye leszállás közben, hogy így előre látok, hogy mi a franc történik. És lényegében ugyanazt eljátszódjuk, ugye kirakjuk a kerekeket, másfél kilométernyi távolságnál már kiengedem a fékszárnyakat is, és lényegében ugye egyenletesen elkezdem a repülőgépet ugye lefelé vinni, tehát szépen rásiklunk úgymond a repülőgép hordozóra. Ezt most nem élesben csináltam, amit ugye most láttatok, hanem ugye ezt már külön felvettem, és most már csak ugye alá beszélek. Úgyhogy azért
ugye nem mondtam most olyan nagyon-nagyon részletesen el az egészet, mint mondjuk az imént ugye a kifutó pályás leszállásnál. Tehát lényegében ugye így néz ki a repülőgép hordozós leszállás. Tehát ugyanaz a felállás, ráfordulunk a repülőgép hordozóra, ugyanúgy egy 1000 métert megcélzunk, 1000 méteren repüljünk egy 750 km per órás sebességgel, és már 10 kilométernél kezdjünk el ugye rákészülni magára ugye leszállásra, tehát a hajtóműveket állítsuk le, ami nem, ne úgy állítsátok le, hogy offoljátok, hanem vegyétek le a teljesítményét, és tehát leveszitek a teljesítményét, kiengeditek a zuhanófékeket, hogyha az is megvan, és lelassult a gép ilyen 500 km per órára, kiengedjük a rudat, ugye, ami majd elkapja a repülőgép hordozónak a fedélzetén lévő kötelet, kiengedjük a futóművet, féksárnyat, és igazándiból ennyi. Ugye a repülőgép hordozós leszállást hogy lehet elrontani? Hát rontottam el azért én dögivel. Ez az a mód, amit úgy nekem is azért gyakorolnom kellett, hogy meg tudjam nektek mutatni. Repülőgép hordozós leszállást azt úgy tudjátok elrontani, hogyha nagyon-nagyon alacsonyan repültök, tehát mondjuk egy ilyen 50-100 méternyi magasságban vagytok, és nagyon lassan repül a gép, tehát mondjuk egy 250-300 km per órás sebességgel megyünk csak előre. Ez ugye azért nem jó, tehát ez azért gáz, mert ugye amikor elérünk a repülőgép hordozó elé, akkor fel kellene ugye húzni a repülőgépet, hiszen ugye a repülőgép hordozó ugye az egy kicsikét hát magasabban van, hogyha mondjuk ilyen 20-30 méteres magasságba repülünk. Igen ám, de nem tudunk emelkedni a géppel, tehát nem fogunk vele tudni emelkedni, ergo nekiütközünk. Ugye ameddig ez egy kifutós leszállásnál, tehát kifutópályás leszállásnál ez működik, hogyha úgy ugye nincsen előttünk se fal, se ház, úgyhogy folyamatosan ugye alacsonyan repülünk végig, addig ugye egy repülőgép hordozós leszállásnál ez nem fog menni. Tehát ugye nem tudjátok felhúzni a gépet az alacsony sebesség miatt. A másik hiba, amit még én is ugye csináltam, emellett a hiba mellett, amit most az imént mondtam, az pedig ugye az volt, hogy rákészültem a leszállásra, viszont nem vettem vissza a hajtóműveket teljesen, tehát gyorsan repültem 400 km per órával. Akkor meg igazándiból ugye az történik, hogy nem fogunk belecsapódni a repülőgép hordozóba, viszont ugye a mögöttünk lévő kis rúd, ami ugye elkapja a kötelet, a repülőgép hordozón lévő kötelet, vagyis ami ugye elkapná, az ugye egy az egyben letörik a magas sebesség miatt, nem beszélve arról, hogyha hirtelen rántjuk a gépet, tehát hirtelen ugye fel akarunk vele emelkedni, akkor a hajtóműveget is ugye a földbe csapjuk, és a hajtóművek is sérülnek, tehát ergo kigyulladnak, leállnak. Tehát megint lezuhantunk. Tehát nem jó az, hogyha gyorsan érkezünk a repülőgép hordozóra, mert akkor szétesik az F-14, de az se jó, hogy alacsonyan, nagyon alacsonyan érkezünk a repülőgép hordozóra, nagyon kicsi sebességnél, mert akkor meg ugye nem tudjuk felhúzni. Tehát a jó megoldás, amit itt lehetett is látni a videóban, hogy egyenletesen kezdünk el szépen rásiklani magára a repülőgép hordozóra, és akkor tulajdonképpen ugye gond nélkül le lehet szállni az F-14-gyel. Ugyanúgy ugye a sebességet onnan tudjuk, hogy mikor repülünk nagyon-nagyon alacsonyan, ugye hogyha vagyis ugye mikor vagyunk nagyon kicsi sebességnél, ugye hogyha a gép ugye elkezd rázkodni, tehát ugyanazokra figyelünk, mint a kifutópályás leszállásnál. Na hát én így szoktam leszállni az F-14-jel,
kis gyakorlás kell, főleg a repülőgép hordozó esetében, de a kifutós leszállásnál nem olyan vészes egyébként a sztori. Kis gyakorlás, meg egy kis idő az, ami kell, és igazándiból gond nélkül le lehet szállni szinte bárhol. Írjátok meg kommentbe, hogy nektek is sikerül-e a leszállás, vagy hogy ti hogy szoktatok eljárni a leszállás előtt, hogyan készítitek fel a repülőgépet. Köszönöm szépen a figyelmet, és hát mindenkinek jó gyakorlást és jó játékot!